Függönyös, nagy színházteremben, szent hittel mondom a poénjaimat. Egy mosoly nincs, egy nevetés nincs, semmi nincsen. Másfél óra után, ilyen nagyon szerényen volt mire. Meghajolok, néma csönd, egy taps, egy tenyér nem verődik össze, fölnézek, és akkor veszem észre, hogy elfelejtették széjjel húzni előttem a tükör. Tessék mondani, hogy ön munkanélküli? Most már nem. Szemüveg nem kell? Nem, de várjál. Ez becsülön. Nem kell a hosszú, csak rövid szöveget. Na van én nekem sok ötletet, meglepetve jöttem, hogy nagyon meglepődtem. Nem mondjuk el a nézőnek, majd én elmondom, vagy eljátszom, de ha ön akar eljátszani, akkor nyugodtan. Jaj, én nem tudok játszani. Előjátsza nekem. Még otthon sem. Játszunk! Mondjuk én egy nagy lecser vagyok, te pedig egy kis pont vagy az életem. Be. Mondjuk te most ülsz és várod a postagalambot, én meg lelövöm. Puf, puf, kis postagalamb. Ott van egy puf, arra esél. Nehogy megűsd magad, mert neked már úgyis minden. Nő, növöget a gyerek. Az iskolában ma matematikát tanultunk. Egy tenger alatt jár, megy a hegygerincen. Az első órában 5 kilométer per átlagsor 4 megawatt kristálycukrot fogyaszt. A világ tele van csellengő, még meg nem ragadott adat lehetőséggel. Egy koldus kéreget, egy dinyepő tulajdonosnak évi 1,5 millió nyeresége van. Mennyivel jobb a dinye tulajdonos? Művelet van, aki nem ismeri a termodinamika második törvényét, vagy a Makovec mezei féle ötlethalmaz. Ki tudna ma már meglenni bágyadsági együttható nélkül? A naplemente is sugarasan részarányos. Egy tó gyémántos tüknek is van fagypontja, a csiga lassúsága is felgyorsulhat. Jobban tájékozódunk, hogy az egy ismeretlen helyett több ismeretlen lett. Bácsalmás ide messze van, de Bácsalmástól szinte teljesen közel. Erre kell a matematika, ami önmagába az, ami ne önmagába legyen az. Hát ha mi állunk, akkor két ember áll. Ha leülünk, akkor két ember ül. Üljünk le! Ja, bocsánat! Nem ül le mindennek? Vagy nem ül föl mindennek? Hát nem, hát nincs abban semmi, csak hát most... Nem, én azt mondom, hogy mindig az történik, ami éppen történik. Remek, ketten szembe jönnek, parancsolnak, éppen azt tegyék, amit éppen tesznek. Nyugodtan. Nagyon jó, nagyon jól tetszik tenni azt, amit éppen tetszik tenni. Most még egy kalapos ember kellene. Megvan. Ön a kalapos ember. Ön a kalapos ember? Én vagyok a kalapos ember. Ön a kalapos ember. Ön a sapkás ember. Én vagyok a sapkás ember. Akkor a sapkás ember. Jó, nagyszerű hölgy ott áll, remek, esernyővel. Pontosan ez kell. Mit tetszik csinálni? Várom a négyes busz. Várja a négyes busz, akkor a négyes busz. Nagyon jó az ötlet. Uram, nagyon jó. Azt tegye az a kérésem, amit éppen tetszik tenni. Tehát ha ön cigarettázik, cigarettázol. De ha nem cigarettázik, ne cigarettázol. Ami éppen. Köszönöm. Uram, én nekem olyan memóriám van, kíváncsi vagyok, hogy önnek is ugyanilyen memóriája van-e. Én pontosan emlékszem erre a beszélgetésre, de olyan apró nüanszokra emlékszem, én elnézést kérek. Pedig most történik ebben a pillanatban. Na de most próbálja elképzelni, hogy annyira ennyi idő távlatából, én pontosan tudom, elnézést, a sapkájának a színére emlékszem. Önön egy pontosan ilyen, én nem is tudom ezt megmondani, hogy mi, de látom magam előtt a sapkát. Ön előtt egy ilyen sildes, egy szemüveg van, és egy, hogyha szabad még, mert kivillant, én arra is emlékszem, hogy a sája egy picit olyan
egy szürkés sál volt, és hogy abból kivillant egy ilyen piros alapon egy ilyen pici pöccsös nyakkendő. Előttem van pont, na most kíváncsi vagyok az ön memóriájára, hogy ön mennyire emlékszik arra, hogy mi van rajtam, vagy mi volt rajtam, amikor beszélgetünk. Hát önön is van egy fekete sál, egy fekete sapka, van önök is egy szürke, sötét-szürke kabát. Hát amiről beszélgetünk, ugye az az önön, amin... Uram, a gesztusaira emlékszem, ahogy elhúzta a kezét egy pillanatra. Minden előttem van, fantasztikus. Hát akkor egészséges ember ezek. Egy ürű hús, ürű tartalma 32 megafont. Egy tehén lepény 47 másodpercenként tottyan. A tejbegríz még rövidebb idő alatt dermed meg. Előbb-utóbb rá kell, hogy bukkanjunk a valóságra. Bólyai megy kosárról az erdőben, találkozik a farkassal. Mégis a farkasból lett Bólyai. Nő, növöget a gyerek, pályát választottam, nem lehetek birkanyíró. Csak birkának feleltem meg. Türelem, birka, türelem. Erőt, egészséget, ütőképesség vizsgálat. Forrásmunka, tűzoltó leszel. A gyerek terepszíne, harc modortalansága. Kilőhetősége. A katona nem ásít, hanem ott ás. Nő, növöget a gyerek. Életem csúcsához érkeztem. Önkéntes rendőr vagyok. A guminadrágomban érzéstelenítve van a gumibot. Mondjuk, ha én rendőr lennék, minden ittas sofőr kiszűrnék. Ilyen kis rövid poén is jó, nem? Nagyon jó. Uram, ezt most improvizáltam? Most improvizáltam. Legyen szíves egy pillanatra, elnézést. Most improvizáltam. Beszéljék meg egymással a dolgot, mondja még egyszer el. Ha én rendőr lennék. Maga ne nevesse ki a izét, elnézést. Még egyszer. Visszafogottabban mondja a ha-ha-ha. Maga meg ne hagyja magát. Csendesebben. Igen. Ha én rendőr lennék. Minden itt a sofőr. Kifűrnék az útról. Ez az ötesen támadt hirtelen, mert nagyon sok itt más sofőrt látni. Már másokban is megfogalmazódott. Közúti gépjármű ellenőrzés! Ön volt az, aki hangjelzést adott? Igen, telitorokból. Parkolt? Már rég füvesítve volt. Rendőrintézkedés történt, csak most, hogy szórakoznak velem. Jelölje meg magán az apai pofonok hiányát. Helyszíni bírságot rovok ki most, hiszen... fogyasztanék még. Leheljen bele az alkoholba. Forrásmunka szonda két apródja. Tud visszaadni? Hogy ne? Hogy hatósági erőszak legyen. Erőt, egészséget, mindketten igazolják, minket legyenek szíves. Igazoltak, igazoltak. Össze legyen szíves, ön mutassa oda is. Ön meg nekem, én meg nem tudom fogadni.
Azért, mert trabantja van, azért igazatok? Egészen. Egy rutin BMW-t nem lehetne igazoltatni? Rutin, mert elengedte a rutin BMW-seket. Trabant. Én szemüveg nélkül csak annyit látok, hogy sajnos csak trabantja van. Igen. De azért kívánom tiszta szívből, hogy legyen. Ez egy kék kártya. Nincs választás. Zöld kártya. Na, etes. Köszönjük szépen, és ha amennyi fájt egy kicsit, azt próbáltam ellensúlyozni. Nem szabad morcnak lenni, mert láttam egy ilyen leszorított állkapocssal. Tessék, boldogulj eszembe. Ez boldog... mind a miénk? Nem, ez boldogulj eszembe. Nem kell most, hogy van benne, nincs benne, mennyi van benne, miért nincs benne, mi van benne, csordultig van, vihar egy pohár vízben, csepp a tengerből. Nem. Összekoccanak a molekulák, méreg, pohár. Kezi csokolom, újságot jöttünk gyűjteni. Ott van letakarva vele a bácsi. Züllött, lelketlen szülő, hazug iskola, fogásza, krimi, kékfény, mi lesz ebből a gyerekből, ha nagy lesz, ha már most ilyen kicsi? A valószínűsége. Ha én felnőtt leszek, mindenkinek elharapom a torkát. Csak az enyémet nem, és akkor nem foghatják rám, hogy nincs semmi baja, csak a torka vére. Tisztelettel, ez egy rendező példány. Jártam az utcát, és mindenki kívánságát beleírta ide. És most ezt próbálom teljesíteni. És már meg is van. Azt mondja. Elvállaltam eladás alatt egy szociológiai felmérést. Lemérem a mosolyokat. Nagyszerű. Nagyszerű. Jó. Köszönöm szépen, mindenki a vendégünk. Lemérjük a mosolyokat. Nagyszerű. Jó. Köszönöm, ennyi önnek, mi mindig tart. Csókolom, itt álltunk meg, és már itt vagyunk. Még egy szociológiai felmérés. Most a derű óráit számolom. Tatán egy autós csárdába, autóstop után oda mentem a mellettünk levő asztalnál ülőköz, bocsássanak meg, maguk magyarok? Meghökkelve válaszolták, hogy igen. Forintjuk van? Átveszem. Mennyiért? Egy az egyben. Egyszer egy módos gazda, szociológiai adoma. Egyszer egy módos gazda a Váci utcában a Gazdag ember, szegény ember című könyv és tévésorozat hatására sítanfolyamot indított a rendkívüli hómunkásoknak. Mégse perelték be tisztességtelen nyereségvágyból elkövetett, különlegesen brutális jómód miatt. Nő növeget a gyerek, szollasodik, Párizsba jártam. Egy színvonalon éltem a klosárokkal. Olyanok, mint nálunk az aluljárokban őgyelgő. De hülyeség átszámítani.
egyszerre ilyen lehetőség, hogy nagymama és unoka együtt van, még nem volt. Tessék szívesen levenni a kesztyűt egy pillanatra, addig odaadom az én kesztyümet, de azzal éppen úgy nem tetszik tudni. Cseréljünk kesztyűt. Ja, nem. Csókolom. Elnézést. Na, tessék szívesen nekünk szilveszterre valamit beírni. Hát mit írjak be? A nevemet. Engedjék meg, hogy elmondjam. Én emlékszem még Nagyanyámra című versem. Én emlékszem még Nagyanyámra. Ez egy rövidebb versen. Gyuri bácsi megöregedett, és átadja a játék lehetőséget nektek. És ti lesztek ezek az utcai rendezők és riporterek. És ez az első műsorotok. Hát te öregem, te leplezetlenül jól érzed magad. Na figyelj, de add már oda a bácsi. Látod, milyen türelemmel várnak. Jövőleg nagyon jó. De ne játsz, lejátszik engem ez a gyerek. Ez a másik tőle. Túljátszik. Ott vannak benne az ötletek, és tessenek, hogyha valamit én tőlem is, vagy a gyerekektől, vagy valamit várnak, beírunk, hogy teljesítsen, talán még lehet utalni, téma lehet, vicc lehet, elő lehet játszani, minden lehet. Az teljesül, amit önök akarnak. Gyerekek, még egy-két évig nem mondjatok jobbakat, mint én. Figyelsz ide? Ha nem mondjatok jobbakat, hanem mondjátok el nekem, és én, mint saját ötletemet, mondom el a tévében, mert nem kell nekünk a konkurencia, hogy kiszorítsatok minket. Tavasz van, sárba szökkent a hamzsabégi út. Szöszöcske szőre nő a farmer alatt, a földi mogyorónak. Rügyeznek a fák, a homlokok, eljön lassan a szüret ideje, ide hallatszik, amint tiporják a liliomok. Szálát szövi a pók, a kémügynökség, magvát veszi a barac, talaját az értelmiség. Személyeskedik a publicista, célozgat a kabarészerző, értelmes célt keres az ifjúság, célba talál a honvédelmi ismerete. Tavaszban nyílnak az orgonák, a szeme, nyiladozik az értelem. Nyílik a bodza, a papramorgó. Kinyílik lassan a bicska is a zsebembe. Elnézést, tisztelettel. Bocsánatot kérek, forgatunk egy filmet, és filmforgatás van, és Rendezi a néző címmel szeretnénk egy pár ötletet, utolsó cseppig szeretnénk kihasználni. Ide behajolunk, és üdvözöljük, ugye milyen öreg bácsi van itt melletted? Emlékszel még, amikor ennyi idős voltál? Köztetek generációs különbség van. Hát akkor számolj be, hogy mi vár erre a gyerekre. Esetleg egy pohár köszöntőt nem akarsz? Na,
fogjad szépen meg, vagy adod a rendező példányt a kisgyereknek, adod a tedd oda le, óvatosan, fordítva, nem úgy fordítva, így, szabad ide tenni, így, kinyitjuk, nyisd ki, hogy mit szeretne hallani szilveszterre. Jó, az ott üres lap, laposz tovább. Ne hajolj túlságosan közel. Adod a gyereknek a kezecskéjébe finoman, vagy várjál, nem, hogy diktálja ő neked, hogy mi az, amit írnál. Vagy rajzolj neki egy szép szilveszter, mert ő már ugye a műsorra aludni fog, nem? Alig, ha nem. Első szilvesztere lesz, igaz? Igen. Az biztos. Na, rajzolj valamit ennek a drága gyereknek. Én tudok. De valami nagyon szépet. Jó van. Ez nagyon finom. Sőt, hozzá még ez azt jelenti nekem, hogy sok boldogságot. Újszülött vagyok, csókolnak, imádnak, a fejem dagadt és kissé formát. Újszülött vagyok, egy sikerült gyerek, rövid és görbe lábammal nem megyek. Semmire, forrásmunka, papka, Margit, tip-top, Petike jár. Újszülött vagyok, mindenkit megleptem, amikor farral előre születtem. Újszülött vagyok, s még alig van élményem, a hőmérő 5 perce benn van a végbélben. Verset írunk, ők fogják ceruzámat. Elég erősen. Újszülött vagyok, egy édes csöpp szelíd, a kezem ökölbe szorítva, nem jön ki a rím. Útleveleket kérem, anyja neme. Igen. Kora? Ekkora. A leborotvált szakát kérjük az arcon is mellékelni. Kérjük, nyomtatott betűkkel húzza alá a fölösleges adatokat. Magzat vízi jártaságit kérem. 500 forintos ocsmány bélyekkel. Én emlékszem még 1950-60-70 tájékán. Mit vár ön 1986-tól? Hát kérem szépen, legelőször világ béke legyen a dolgozó népnek. Nagyon szépen köszönöm, de nem tetszett figyelni a kérdést. Igen. Mit vár ön 1986-tól? Hát az már elmúlt, kérem szépen. Na, azért kérem szépen, mert ugye... Elég zavaros világ, politikai helyzet, azért nyugodtabb életet. Na most kérem szépen, megtetszik egy pillanatra engedni. Kérem. Azért kérdezném, hogy 1986-tól mit tetszik várni. Már nem várok, mert elmúlt. Igen, csak azért mondom még egyszer, mert technikával dolgozunk, igen, hogy a vágyakat szeretnénk a realitással egyeztetni, igen, és a vágyak letörlődtek. Igen. Tehát az a kérdésünk például, hogy mi a véleménye, hogy ön szerint a mexikói VB-n hogyan fogunk szerepelni? De Mexikó az már elmúlt. Hát kérem szépen, 1986-tól mit tetszik várni, ezt kérdeztem. Hát a 86 az már elmúlt, attól nem lehet várni, az egy múlt dolog. Hát most 87-ben vagyunk, igaz-e? Mire tetszik kíváncsi lenni? Megvárni? Én a mexikói VB-re lenne kíváncsi, hát hogy hogyan szereplünk. Sportolni, minden jót várok a VB-t, és mindentől várok. A mexikói VB-től? Hát reméljük, hogy utólag is előre hát sikerül. De hát ezt nem értem sehogy se, hát az már elmúlt, hogy hogy várhatok én a múlttól. Nem értem a kérdést. Lehet, hogy nem értem. Hát tessék megmondani, hogy 86-tól hát hogy várhatok. Mert a vágyak letörlődtek. Na, nem törlődtek le, fász, vágyak, akkor nincs élet, ha nincs vágy. Hát a vágyaknak lenni kell mindig, nem? Nem így van? Ez egy gyönyörű válasz, zavarva tetszett hozzá. Ön mit vár az 1987-től? 87-ben vagyunk most. Hát igen, ettől mit tetszik, mert még az első negyed évnek vagyunk a végén, mit tetszik tőle várni, mert én nagyon sokat várnék. Mi az, amit tetszik várni? Hát, hogy Mihály megcsinálja azt a programját, az a Mihály, a Gorbacsovra gondolok. Én még emlékszem a múltra. Egy új gyakorlatot szeretnék bemutatni. Lassan kezd helyrejönni az ujjam, mert a szavazásnál mindig beleszorul az urnába. Azért nem vágták a dobozokon nagyobbra a szellőzőnyílás, mert akkor több is szorulhatott volna belé.
Közvéleménykutatás? Az a kérdésünk, hogy egyet tetszik-e érteni? Mivel? Ja, hát akkor már könnyű. Én még emlékszem a közelmúltra. Több embert megkérdeztünk arról, hogy ugye milyen ronda esős idő van. És senki nem adja írásba, adja már, hogy egy hivatalos írásom. Tessék már csak a hivatalos írásom. Egy ronda esős idő van, és egy bárkodat. Igen, egy ronda esős. Hát az van. Hát, hogyha már önök elismerik, hát tetszenek látni. Önnek jó kedve van? Jó kedvem, mert úgyse veszünek. Énekeljen valamit. Táncoljon. Nem? Na hát valamikor tudtam táncolni. A Bradához jártam balettra. Bradára zsőzni. Valamikor. Asszonyom, lehetséges, hogy ön az akkor? Hát amit tetszik mondani? Nem tudom, hogy mit mondtam. Egy táncmozdulatot, valamit. Ha, milyen? Ezt megfogom. Igen, ha? Még egyet. Még egy mozdulatot? Igen, egy ilyen ügyes, egy mit tudom na, én. Na, ilyen díj. Igen. Olyan muzikelt kellene előadni. Igen, igen. Nem csak a fiataloknak, hanem nekünk is, akik már keveset fogunk hallani róla. Hát nem mindig csak azt az állandó, ott hallja az ember, hogy most így az egyik a másikat, úgy az egyik a másikat bántsa. Van egy bicikli, maga megállítja így, eldől. Van egy másik bicikli, az is eldől. Két biciklit egymásnak támasztják. Ezt akarja most velem összehozni, mi ketten álljunk. Mi vagyunk a két bicikli. És akkor előhozzánk ezeket a régi dalokat. Bájlék utcán, néha titkó hozzád járunk. Meg aztán a többi ilyen nagy számokat. De csak egy olyan... És a költségeit a felvételnek állnák? Igen. Jó. De azt nem. Esetleg még egy nótát vagy valamit. Kicsit szoborkás a hangulatom álva. Kicsit belém szállt a boldogtalanság. Csókolom, ugye milyen csúnya esős idő van? Magas esés. Egyszer az egyetemi színpadon a koszorús költőnk, tényleg a csoda, a Nagy László megtisztelte a műsoromat. Na most egy ilyen hamletti egy miatt az ember tényleg egy picikét oda teszi a műsort őnek. És akkor a 499 ember eszköz arra, hogy én milyen jó vagyok, és azt a nevetés is oda teszem, és egy kicsit átformálja a műsort, ugyanaz a szöveg egy picikét veretesebb lett, egy kicsit visszafogottabb, arisztokratikusabb. De hogy mennyire nem szabad arisztokratikusnak lenni, erre egy példát elmondok. Abban én úgy írtam meg, hogy egy veréb engem föntről, na hát hogy mondjam, szóval... Elérkezett a pillanat, jött a veréb, én épp hogy csak lereagáltam, esküszöm, engem még életemben ilyen intellektuálisan veréb nem szart le. Az egyetemi színpadon a koszorús költőnk, tényleg a csoda, a Nagy László megtisztelte a műsoromat. Na most egy ilyen hamletti egy miatt az ember tényleg egy picikét oda teszi a műsort őnek. És akkor a 499 ember eszköz arra, hogy én milyen jó vagyok, és azt a nevetés is oda teszem, és egy kicsit átformálja a műsort, ugyanaz a szöveg egy picikét veretesebb lett, egy kicsit visszafogottabb, arisztokratikusabb. De hogy mennyire nem szabad arisztokratikusnak lenni, erre egy példát elmondok. Abban én úgy írtam meg, hogy egy veréb engem föntről, na hát hogy mondjam, szóval... Yeah.
Elérkezett a pillanat, jött a veréb, én épp hogy csak lereagáltam, esküszöm, engem még életemben ilyen intellektuálisan veréb nem szart le. Senki nem nevetett, egyetlen egy ember verte a combját. Ki volt az? Köszönöm szépen, Nagy László. Többen megkérdezték, hogy ezek az írások, ezek mikor jelenek meg könyvalakban? Hát én szerettem volna, hogyha összegyűjtött írásaim nem könyvalakban jelenek majd meg, hanem lemezen, nem, videón, nem, WC-papíron. Mindenki olvasná? Hát miért? Ezért a pénzért már lehetne a WC-papírnak is tartalmat adni. Szeretném a írásaim időben, még használat előtt. Az olvasók kezébe jutna, az elolvasásom után ugye a lehető legközelebb kerülnék az emberekhez. Elérném, hogy a humorom mindennapos szükségletté válna. Úgyis az emberek legbenseiből mozdítok ki valamit. Egyszer Sándor György papírt használt, az nem használ majd már. Nem félek a mulandóságtól, hiszem, hogy kitörölhetetlen emlékeket hagyok. A kultúra csak így juthat el a legeldugottabb helyre. Én emlékszem még 1950-60 70 tájékár. Karakterológiából már odáig jutottam önerőből, hogy jött az utcán szembe valaki, a mellettem levőnek elmondtam róla, hogy figyeld meg, ez a lány, Budán lakik zöld övezetben, a második emeleten volt egy zongorák, de eladták. Minden stimmelt, csak a lány nem állt meg. Még ma se tudja, hogy ott lakik. Ne haragudjon már, hogy megszólítom. Kezit csókolom. Nem szeretném, a műsorom jól fésültnek tűnne. Ezért beszéljünk a kopasságról. Illetve hát nálam nem beszélhetünk meg, megtaláltam az ellenszerét. Tessék, nézzék, nézzétek meg csecsemőkori fényképemet. Teljesen kopasz voltam, és most már csak ezen a kis helyen vagyok az. Hosszú évek kellettek ez, amíg hajnövesztő szereim hatására végül megláttam az első újonnan nőtt hajszálamat. A levesbe. Nem csüggettem el, és ma már ott tartok, hogy a fejem után több külföldi cég érdeklődik, és a hazai fésős fonó. Hajnövesztő szerem összetételem ma még szigorúan titkos magam előtt is, de szabadalmazhatom másik találmányommal a gyerek borotva szappannal. Az országnak mit lehetne jobbat kívánni, mint hogy felemelkedést? Hát akkor emelkedjünk. Igen? Csak annyit akarok mondani, hogy a boldogságot az emberek ne a körülményekbe keressék, hanem önmagukban. Azt viszont nekik kell megvalósítani. Jó cselekedeteikkel. Amen. Lassan transzba kell, hogy essek. Közönség biztos bizonyítékot vár, joggal, hogy valódi varázserővel rendelkezem-e. Tudok-e csodát művelni? Hogy a csodába ne? Valami nagy. Nagy.
tüzet kéne rakni. Mert az volna egy félig kész tűznyerő számom. Tűz nélkül, minden meggyőződés híján, de nyelek majd. Nem védekezésként, de a tűznyelésben az a trükk, hogy a tűznyelő nem nyeli le a tüzet, hanem van benne egy másik tűznyelő. És az, vagy egy harmadik, negyedik, már mindig azt hiszem, hogy azt már nem nyeli le senki. Adós vagyok még az idomítatlan vadállatokkal, bennünk egy tigris megindult felém. Alig tudom visszatartani megindultságomat. A tigris kitátja a száját. Bal négyes fog lukas. Fogorvos legyek-e, vagy kész étek? Egy mak egészséges, 60 éves orvos professzor bevette saját talánanyú fiatalítószerét, amitől azonnal 20 évet visszafiatalodott, és így most halt meg abban a 20 év előtti betegségében, amit azóta már gyógyítani tudott. Én a mágiába, a látnoksággal ott tartok, hogy bekötött szemmel le tudom venni a szememről a kötést. De hunyott szemmel már nem tudom visszatenni. Minek? Ha amúgy is látom a sötétséget. Legközelebb elmondom, hogyan lehet zacból kávét jósolni. A történelem. Történt velem? És melyik? Az igazi? Melyik az? Én emlékszem még 1985 táján egy újsághírre Ausztriából 1800 ember egykori tömegmészárlóját emberiességi okokból végre szabadon bocsájtotta a hálásabb utókor. De itt hon ismered? Önismeret, fantasztikus mély gyerekes. Berzsán és Dideki, ég a házad odaben, estés a kornél. Bennem is van hóhér. Egyes, nem is teljesen alaptalan vádaskodás szerint. Mind addig nem találhatják meg az összes bujkáló tömeggyilkost, amíg elrejtőzze bennem, benned, benne is, kisebb adagokban. De bennünk van, nem a legjobban érzem magam. Valaki bujkál bennem. Félném meglátni tükör helyett, színről színre, a valódi nevemet. Vétkesek közt cinkos aki, cinkosok közt vétkes aki néma, némák között cinkos aki vétett. A cinkos néma, aki vétkes között. Aki csöndbe marad, vagy elhallgatja, vagy másról beszél, miközben a többiek vétkeznek, bűnöznek, ártanak, pontosan olyan bűnösként kezelhető, mint a vétkes, a cinkos, és azok, akik a vétkesek közt cinkosok, mert némán maradnak.